Jó estét, Szanyi Tibor az első vendég a mai műsorban, az MSZP Európai Parlamenti képviselője. Képviselő, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mutassa már meg a kamerának azt a nyakkendőt. Szép! Hát egyébként igen, de meg kéne néznünk azokat a mintákat, mert csak azért is, mert azt mondta Lázár János, hogy a Lex helynekent újra nyitják, akkor ilyen nyakkendőket nem lehet majd hordani. Hát nem lehet, ez a gyönyörű szép, a nyakkendő 20 évvel de ezelőtt vettem. Hányszoros csillag van ezen, ez hányszoros büntetés? Nem tudom, rengeteg. Szándékosan hordja? Tehát csak azért kedvenc is van benne? Kendő, kedvenc nyakkendő. 20 éve vettem Brüsszelbe ráadásul. Egy ilyen régi darab. Ez a Heineken se új. Ja, maga hát ennyire valószínűleg meghatott a Heineken ott Brüsszelben. Na jó. Végülis beállásod. Azt ígértem a kedves nézőknek, hogy megkérdezem, hogy mennyire lehet komolyan venni azt, hogy egyrészt Brüsszelben latorállamként emlegetik bizonyos körök Magyarországot, másfelől pedig azt, hogy a latorállamokat, és akkor itt többes számot használnak, megpróbálnák olyan pénzügyi elvonásokkal sújtani, amik jobb belátásra téríthetnék az ottani vezetőket. Ez mennyire komoly téma ott? Eléggé. Ez hozzátartozik az új francia elnöknek a KTA-hoz. Bár itt a fordítások az kicsit pontatlanok, mert ez a szóhasználatot úgy tudnánk lefordítani, hogy gazember államok. Tehát azért ez egy kicsit több, mint lator államok. Nem tréfál az új francia elnök, bár én nekem nem elvtársam, mert végül is ő egy centrista liberális politikus, ettől függetlenül ezekben a kérdésekben, tehát ahol a szolidaritásnak az ügyét nagyon komolyan veszi, azért ez nekem rokonszágos. De valóságról beszélünk? Tehát vannak tervek, valódi tervek arra nézve, hogy azokat az országokat valamilyen módon megbüntessék, ahol úgy érzik, hogy mondjuk a demokratikus alapelvek sérülnek? Nem büntetésről van szó, itt arról van szó, hogy minden mindennel összefügg. Ugye most indultak el a tapogatózások a 2021-27 közötti időszakra szóló pénzügyi keretek vonatkozásában. Hát az már látszik, hogy az angolok pénze az kiesik. Egyelőre nem nagyon látjuk, hogy a többi tagország pótolni akarja ezeket a dolgokat. Hát ilyen ínségesebbnek tűnő időszakban azért jobban megnézik az emberek, hogy hova adnak ki pénzt, és ez nem önmagában van, hanem ebben van egy olyan pénzügyi kényszer is, hogy hát nyilvánvalóan azokról a területekről lehet jól elvenni, amelyek nem teljesítik az Európai Uniónak az alapeszmélyét. Ez azért is izgalmas, mert éppen ezen a héten adott interjút a Heteknek Kövér László. Nem sok interjút adott. Most ez egy friss. És ott többek között arról beszél, hogy ha összeveti a mérleget, akkor most még az Európai Uniós tagság többet hoz, mint amennyit visz Magyarország számára, de 5-10 év múlva ezt érdemes lesz újra megvizsgálni. Ez annak a lebegtetése, hogy van egy gondolata a fejekben, hogy mi van akkor, hogyha ez nekünk már inkább nem éri meg, akkor lehet, hogy megyünk. Hát ez, hogyha így gondolkodna a tagországoknak a többsége, akkor nem lenne Európai Unió. Hát a németek vaskosan a legnagyobb befizetők, azoknak aztán most idézőben piszkosul nem éri meg. Jó, de más oldalon meg azt mondják, a németek keresnek a legjobban is az hát, Európai Unió létével. Igen, ez egy teoretikus vita, én is azt mondom, hogy ha Magyarország nettó befizetője lesz az Európai Uniónak, a közös költségvetésnek, akkor az azt fogja jelenteni, hogy nekünk is megéri nettó befizetőnek lenni. Hú, ezt a mondatot nem értem, mert a nettó befizető, most ugyanazt mondtam a mondat első részén. Nem, pontosan fogalmaztam, nagyon tudatosan. Tehát akkor hadd értsem már meg. Tehát ha Magyarország nettó befizető lesz, ja, mert hogyha Magyarország nettó befizető, akkor annyira jól élünk, annyira jó a gazdasági helyzetünk, hogy nem kapunk, hanem adunk. Így van, és akkor tulajdonképpen mi adunk másoknak azt a gazdasági erőt, ami emögött van, azt értelemszerűen még jobban ki tudjuk használni. Hát ettől elég messze vagyunk, tehát ez a feladat, ez nem hát a most fenyeget. Hát akkor meg nincs igaza, a Magyarország tartósan sajnos még a kedvezményezeti zónában lesz. Van a Google-el az Európai Bizottságnak egy most már jogvitának mondható pénzügyi vitája, és nem csak pénzügyi, hanem egy elvi vita is. Miről szól ez igazából? Ez nem most kezdődött, ennek is most már legalább azt hiszem 12-ben kezdődött ez a dolog. A problémának összesen annyi a lényege, hogy a Google egyféle közszolgáltatóvá vált, hiszen egyedül neki van normális vagy messze mások fölé emelkedő keresőmotorja. Ennél fogva piaci főszereplő, és ezzel az erőfölényével úgy élt vissza, hogy amikor ön például keres valamit, akkor eleve a keresőprogram a Google-nak a szolgáltatás plusz szolgáltatásait fogja kiajánlani, ami versenytorzító hatású.
Azaz nem teheti meg a Google, hogy először a sajátját hozza ki, mert ugye általában az van, hogy amikor megjelenik egy képernyő, egy találati eredmény, 5-10 találati eredmény, az első háromnál nem szokott általában, most keresen egy éttermet Lisszabonban, első hármat fogja kiadni. Na most itt a Google a saját étterem keresőjét rakta föl, és nem pedig egyébként a versenytársaknak sokszor jobb. Ez a trösztelene szabályokat sérti, és erre kapott egy 2,4 milliárdos bírságot. Így van. Jelenleg szerint ebbe bele is fog nyugodni. Hát jó, nyilván hivatalból fellebeznek, stb., de amennyire lehet hinni a Google szóvivőjének a nyilatkozatának, akkor az úgy hangzik, hogy ők azért arra készülnek, hogy ezt az év során be fogják fizetni. Na, jöjjünk haza. Nem tudtam eldönteni, meg akarom megkérdezni, vagy nem. Bocsánatot kért a magyar nőktől a Fidesz felhívására? Volt egy elég csúnya hangvételű bejegyzés, aztán most, hogy készültem olyan beszélgetésünkre, hát mi akadt meg a Google keresőjében, ha nem pontosan imádom ez látja. Imádom a magyar nőket, még kéne tőlük bocsánatot kérni. Hát mert valami nagyon csúnyát mondott a fideszes nőkre. Na, hát nem egészen a fideszes nőkre, én a Fidesz által kreált nőmodellre mondtam nagyon az csúnyát. Az Orbán Virág nőmodelljére, a lófejű... Mi a probléma? Nem ezt mondtam. Hát, nem, nincs úgy. Most nézzük pontosan, vagy nem. Nem, a Fidesznek nem csak ez, hát sok minden másban azok a modellek, amiket társadalmi modellként mutat nekünk, már az ország lakosságának, már a kormány, meg a maga a Fidesz is, az minősíthetetlen a nők tekintetében. De mi az, hogy lófejű képviselő úr? Én modellről beszéltem, tehát egyféle modellről. Hát most ön is... Az Orbán Virág nő modellje, a lófejű. Igen, igen, de ez egy torz világ, ezt akarom ezzel mondani. Értem. De azt olvasta, ugye, hogy Erdős Norbert Brüsszelben jelentette ki, hogy el kell határolódni önmagát. Ja, én írtam is neki egy magánlevelet, hogy esetleg beszélgesse már a budapesti képviselőtársaival, hogy amiket a Fidesz képviselői a nőkről, sőt konkrét képviselőnők fejéhez vágtak, hogy az milyen szép volt. Úgyhogy ne csinálj. Erre kapott választ? Nem. Hát, szokott levelezgetni? Ilyen teljesen értelmetlen egyirányú levelezgetés? Hát nem egyirányú, mert ő felszólított engem úgy egy nyílt levélben, én válaszoltam neki egy magánlevélben. Itt megállt a történet. Értem. Na jó, hát akkor ennyit erről. Tehát tényleg valószínűleg jobb lett volna szóba se hozzam, mert annyit se ért. De annyiból meg igen, hogy szerintem, és akkor erről lehet vitatkoznunk, szerintem ez is felesleges lesz, egy képviselőnek borzasztóan vigyázni kell arra, hogy nehogy valami olyat mondjon, ami mondjuk általánosító értelmű, például a nőkre nézve. Vagy a fideszes nőkre nézve. De nem, vagy az Orbáni világ nőire, azt nem is értem. Így van, hát most akkor mondjam azt, hogy az Orbáni világnak a munkához való hozzáállása is egy torz dolog. Bármit nézünk. A nőkhöz hozzáállása is? Hát rettenetes. Vagy csak a lófejű nőkhöz. Hát de rettenetes a nőkhöz való hozzáállása is. Hát hogy beszélt az amerikai nagykövetről példának okáért? Az, hogy a fideszes képviselők össze-vissza a legválogatottabb durvaságokat vágják a képviselőtársai. Hát a magyar képviselőhölgyeket hosszan tudnak mesélni, ez kétségtelenül. Hát akkor de hát ehhez fel kell zárkózni. Ez egy torz modellt hoztak létre. Tehát nem a női egyenjogúságról szól ez az egész történet, hanem egy lealacsonyító, a külsejéből kiinduló, és a többi, és a többi, és a többi. Ez erről szól, ez egy kép. És ez sajnos tetten érhető millió másban. Hát most gyakorlatilag ebből a társadalomból a Fidesz kiült a szolidaritást. Nem is érti ma már szinte egy komplett generáció, mi az, hogy szolidaritás. Miközben nekem, baloldali politikusként, mindenben ez a fő iránytű. És a Fidesz senkivel nem szolidáris, csak a maga anyagi érdekeit nézi, kizárólag. És ez, ha kell, antiszemita, ha kell, nem antiszemita, ahogy a pillanatnyi érdekek hozzák, úgy csinálják ezt a kettős beszédet. Kormány, most Horthy, nem Horthy, majd csak figyeltem ugye a mai menüt. Ebben az országban az 1000 éves történelem alatt nagyon sok rossz vezetés volt, nagyon sok politikai tévedés volt, még azt is mondanám, hogy néha önző egyebek. De az, hogy valaki ilyen cinikusan és tudatosan szétrabolja a saját hazáját, erre nem volt példa. Erre nem volt példa. Soha. A leggonosz. Szabás Gáspár Miklós tegnap este azt magyarázta, hogy igazából nem lopnak. Hanem igazából az történik, hogy van egy király, még hogyha nem is királyság az államformánk, és nem is ültették trónra, és a király oszt. Kényekedve szerint oszt. Nem foszt, oszt. Osztogat annak, aki amit elvett először a néptől, ugye? Hát ami, mert hogy király az övé. Mert az ország az övé. De hát éppen ez az, hogy nem királyság vagyunk.
Ugye Tamás Gáspár-Vilkos arra utalt ezzel, hogy rosszul fogjuk fel a helyzetet, mert hogy itt nem, az itt ország, ez már nem szó. Demokrácia, nem, ez egészen másképp működik. Ne. Egy király az meghirdeti az adókat, egy király világosan, jól látható módon irányítja az országot. És aztán kifizeti király... a saját kíséretét, ha úgy így van, így van. De itt nem erről van szó. Itt nem erről van szó a Fidesz esetében. Itt ezek lopnak. Na, az másik... Európai Uniós pénzeknek a döntő hányadát, az úgy, ahogy van a túlárazott szerződéseik révén, ellopják. Ott a vizes VB. 24 milliárd forintról indult, és most már 124-nél. Azt mondják, igen, hogy rosszul számolunk, mert ez a 130 valamennyi, ami már lassan 150 egyébként. Ezek a magyarázatok. Abban minden van. Nem csak a VB, hanem minden. Úgy felújítástól kezdve. Jó, abban is minden volt. De ne mentegessük, ön sem mentegesse a Fidesz. Válaszolok arra, amit mondott. Ezt mondják. Ezt mondják. Nem azt mondtam, hogy ez van. Okay. Én meg kitartok amellett, hogy ez egy mocskos rablóbanda. Egymással vitatkozó MSZP és a DK, mondja a Republikon Intézet, aztán tanúsítja ezt a Medián is például. Voltak éppen a Fideszt erősítik. Ugye a friss közvéleménykutatási adatok azt mutatják, hogy minimum nem erősödnek, de inkább gyengülnek a baloldalinak mondott pártok. Ami azért is érdekes kérdés, mert közben itt van ez a Rákospalotai történet, ami egy ékes példája annak, hogy valóban valami egyetlenség a két párt között tényleg van. Tehát amikor a DK-s polgármestert elvben egy MSZP-s képviselő akarja megbuktatni, az legalábbis furcsán hangzik. De ezt nem tudom, ki találta ki, mert én nem láttam ilyet. Melyiket? Hát ez, hogy bárki meg akarna buktatni a DK-s polgármestert. Olvassa egy Gyurcsány Ferenc bejegyzését a tárgykörben. Hát hiába, akármit olvasok, nincs tény. Nincs tény. Hát az tény, hogy egy eljárást próbáltak elindítani. Nem próbáltak. Majd az jövő héten fogják próbálni. Hát akkor indul el? De nincs a dokumentum ügy. Megszületett. Nincs ügy? Hát egyelőre nincs ügy. Hát várjuk meg, hogy lesz-e ügy, vagy nem lesz ügy. Én annyit tudok jelen pillanatban, hogy a DK írásos megállapodás partnere a Fidesznek és a KDNP-nek, meg a helyi civil mozgalomnak. Ők vannak koalíciós szerződésben, ott van egy DK-s polgármester, van egy KDNP és egy Fideszes. Hát ez nem koalíciós szerződés azért, tehát az egy kvázi együttműködési megállapodás, mert hogy ugye hát kisebbségben kellene vezetni a kerületet a polgármesternek. Igen, ez az ára, tehát tulajdonképpen egy koalíciót kiváltottak egy együttműködési megállapodás, most tök mindegy, hogy minek nevezük. Véleményezik egymást, lépései, döntései, beadványait. Igen, meg egymást kinevezik ennek, igen. Annak, amannak, meg egymásnak osztogatják a különböző, igen, feladatokat, meg funkciókat, meg gondolom pénzt is. Na, egy szóval... Ebből az MSZP-s képviselő kimaradt. Hát ebből nincs benne az MSZP. Viszont a Fegyelmi Bizottságban hát benne van. Hát minden lenne benne, az összes pártot behívták, vagy be akarják hívni. De hogyha önnek igaza van, akkor miért mondja azt az MSZP, az ön pártja, hogy fegyelmi eljárást indítanak, és azt javasolják, hogy zárják ki az MSZP-ből a képviselőhölgyet. Hát ezt most nem tudom megmondani, hogy... Hogy önnek igaza van, hogy nem történt semmi. Hát konkrétan én azt gondolom, hogy akkor meg kell hallgatni az érintett felet, és nem eleve már ítéletet mondani. Hát ezért ez így dukál. Szerintem egy kicsit előre szaladt a ló, vagy a kocsi a lovak elé, ezt most nem tudom megmondani. Egy dolog biztos, én nem látom az ügyet. Azt látom, hogy ha valaki kollaborál a Fidesszel, az konkrétan a DK. És akkor innentől kezdve lehet folytatni. Ott Rákospalotán vagy úgy unblock? Hát nem tudom, hogy hány helyen van még hasonló megállapodás. Itt ilyen van konkrétan. Jó, hogy akkor a helyi erőkről beszél itt ebben az összefüggésben, kollaborációban. Mit gondol az MSZP és a DK vitájáról? A kikivel, kikivel nem, és ki milyen feltételek között igen vagy nem vitáról? Ami ez teljesen akkor... nyilvánosan zajlik, és hát ugye erre hivatkoznak a közvéleménykutatók, hogy ez árt a pártoknak. Én ezt nem tudom, hogy mi árt, mi nem árt a pártoknak. Tehát, hogyha most azt vesszük, hogy a Fidesz, csak az előbbi téma, az kanyarodva vissza, 100 és 1000 milliárd forint számra lopja el a közvagyont, ezen közben a népszerűsége ezt nem sínlette meg. Más helyben pedig az van, amikor, mit tudom én, amikor a fideszesek marakodnak ezen azon Amazon, rengeteg ilyen eset van, ezt érdekes módon a média nem pócolja föl. De amikor a fideszesek marakodnak, az általában nem is hír, tehát nagyon kevés szivárok ki a Fidesztől. Így van. Szemben például az ellenzék vitáiról. Így van. Hát ezt mondom, hogy az egy zárt körű rablóbanda, ez pedig demokratikus, vitatkozó pártok. Hát ez a különbség. Ezzel együtt lám, a média felületeken a Fidesz az, mint egy egységes erő jelenik meg, miközben a jobboldal is pont annyira megvan osztva, hát hogyha valaki mindenáron szélsőséges akar lenni, akkor ott van neki egy Fidesz, vagy egy Jobbik között választhat. Hát micsoda választék? Néha vagy a másik oldal, mondjuk így a demokratikus oldal, nem nagyon használom a baloldal szót, mert itt... Jobbal.
Jó? Igen. Szóval, csak ez a demokratikus oldal meg olyan... Az igazi baloldali párt azért nincs Magyarországon. Tehát az MSZP is... Az MSZP se? Az MSZP is egy szociáldemokrata liberális mozgalom. De Botka azzal bontott zászlót, hogy végre hát, mondták igen, azok, akik ennek örültek, lett egy baloldali vezető. Én ezt nagyon díjazom. Akárhányszor bármilyen feladatra jelentkeztem az MSZP-ből, én magam is mindig egy baloldali gondolkodásmódot próbáltam a társaim felé eladni, de lám, nem vették meg. Fejlődik a világ, én ennek csak örülök, hogyha a baloldaliság felé fog-e tudni elmozdulni. Most, ahol Botka tart a fejlődésben, azzal elégedett? Melyik részét nézzük? Hát nyilván nem a személyes, tehát nem Botka Lászlóról van szó, hanem a pártépítésről, a kampány haladásáról, hát a különböző most pártokkal való együttműködéssel. Hát ugye nálunk formailag akkor kezdődik a kampány, amikor megalakul ez a bizonyos országos választási bizottság. Hát most azért várjuk meg a végét, hogy mire jutnak. Tehát itt eddig volt egy adott pártműködés, most egy hete van egy más típusú pártműködés. Hát én ezt most hadd ne értékeljem, mert majd valamerre el fog mozdulni. Hát ez nyilvánvaló, hát azért csináltuk. De ezzel együtt én nem szoktam szívgörcsöt kapni a közvéleménykutatók adataitól, mert egyébként ezek a hivatkozások, amiket ön is tett, hát 3-4 mérvadó közvéleménykutatónak az adatait láttuk itt az elmúlt héten, hát azért ők is szétszórnak, tehát akkor úgy is mondanám, hogy vita van a közvéleménykutató hát között. Nagyon. Hát azért de. Hát azért de. Az MSZP és a Jobbik fejfel, mert a, jobb, a Fidesz pedig valóban. Igen, csak az egyik közvéleménykutató például majdnem azt írja, hogy dupla a Jobbiknak a támogatottság az MSZP-hez képest, ami azért nyilvánvalóan nem... Na jön volna Gábor, azt majd azt fogja mondani, hogy az volt a jó mérés. Ugye, én meg azt mondom, hogy egyik mérés is, mindegyik csak egy napi pillanat felvétel, itt az isteni kérdés az mindig az, hogy mi a trend. A trend az jelen pillanatban az, hogy az MSZP-re tényleg kormányváltó erőként akarnak nézni az emberek. Már azok, akik egyáltalán hajlandók kimozdulni. Ez egy elég körülfont mondat volt, de értem, szerintem a nézők is. Tehát még nem néznek úgy, de már akarnak. Igen, hát nagyon nagy az elégedetlenség. Na de akkor a Fidesz adatait, na, nem menjünk bele. Akkor mondok még egy szebbet önnek, jó? Hogy hogyan van ez? Hogyha a Fidesznek egy darab támogatója se lenne, már ugye szívből valódi, egy se lenne, ez most egy teória, akkor is legalább 20%-ot elérne egyszerűen a választási csalásaikkal. Tehát nyilvánvalóan ezekkel a realitásokkal... Ez kemény mondat volt. 20%-nyi adat a Fidesz mellett választási csalásból születik? Hát most csak mondtam egy számot, lehet, hogy 15, lehet, hogy 25, nem tudom. Hát most érzésem szerint... De ez sosem sikerült igazán bebizonyítani. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Igazán nem? Hát dehogy nem. Ott van az EBSZ-nek a 2014-es jelentése. Amely aránytalanságokról beszél, választási csalásról nem beszél. Hát... De. Keressük elő. Elő fogjuk keresni. Jó. Most köszönöm. Köszönöm szépen is.